Gerinc problémád van, vagy visszatérő hát- és derékfájásaid vannak? Ebben a videóban ezeknek a hátteréről fogok beszélni. Sziasztok! Én Jákizoltán vagyok, a Napfényes Gyógyközpont gyógymasszőre. És ma a gerincbetegségek lelki hátteréről fogok nektek beszélni. Számtalan ember érkezik hozzám gerinc problémákkal, nagyon sok esetben lehet nekik segíteni, és nagyon jó eredménnyel gyógyulnak, más esetekben viszont azt figyelhetjük meg, hogy vagy meggyógyulnak és jól lesznek, de pár hét vagy hónap múlva visszatérnek, a problémájuk kiújul, vagy igazából nem nagyon változik az állapotuk, és ez nagyon sok kérdést vet fel. A gerincbetegségek betegségek hátterében többféle okot megkülönböztethetünk. Van, hogy fizikai okokról beszélünk, mint például egy baleset, vagy egy rossz mozdulat, vagy helytelen tartásból bekövetkező probléma. Ezekben az esetekben általában nagyon jól lehet segíteni, eredményes a kezelés, szépen gyógyul a páciens, és tartós marad ez a gyógyult állapota. Nagyon sok esetben viszont azt látom, hogy a problémák nagyon gyorsan visszatérnek, kiújulnak, és nem igazán találunk fizikai okot emögött. Vajon mi lehet ilyenkor ennek a hátterében? Sajnos az emberek többsége úgy tekint a saját testére, a szervezetére, a csontozatára és az izomzatára, mintha ez egy ilyen mechanikus szerkezet lenne, és ebből fakadóan nem is feltételezi azt, hogy az tud gyógyulni. Úgy gondolnak rá, mint egy tárgyra. Ami, hogyha elromlik, akkor azt csak megszerelni lehet, ha eltörik, akkor csak összeragasztani lehet, vagy megcsavarozni lehet, de ez így koránt sem igaz. Az emberi szervezet egy élő szervezet, és rendelkezik minden olyan tulajdonsággal, ami az élőkre jellemző. Képes reprodukálódni, képes növekedni, képes regenerálódni, van saját anyagcseréje, ilyenekkel rendelkeznek az állatok, a növények és az ember is. Ebből a helytelen hozzáállásból fakad az, hogy valaki eljön hozzám, és azt kéri, hogy szereljen meg. Egyszerűen javítsam meg, mint egy elromlott autót. A probléma az lehet ezzel, hogy ilyenkor ő nem érzi a saját felelősségét, és nem érzi azt, hogy ő tehetne valamit a saját gyógyulásáért. Az első lépés az, hogy úgy tekintsünk magunkra, mint aki képes regenerálódni, képes gyógyulni, és ettől, mert úgy is fogjuk érezni, hogy tehetünk saját magunkért. Ha már ideig eljutottunk, akkor nézzük meg, hogy mi állhat a problémák hátterében. Az egyik, ugye, a fizikai ok, ami jobban meghatározható, jobban beazonosítható. A másik ok lehet egy lelki háttér, amire szintén fontos kitérni. Nagyon könnyen bizonyítható és alátámasztható az, hogy a gondolkodásunk és az érzéseink erős hatással vannak a fizikai működésünkre. Ha egy rossz gondolatunk támad, ez azonnal megmutatkozik például a pulzusunk változásában, azonnal megmutatkozik az izomzatunknak a tónusában, megváltozik a vérnyomásunk, ugyanígy ha jó gondolataink vagy jó érzéseink vannak, akkor azok egy egészségesebb, ideálisabb állapotot idéznek elő a szervezetünkben. Tehát a lelki állapotunk erős befolyást gyakorol az izomzatunkra. Így a gerincnek az izomzatára is. Ha ez tartósan fennáll, vagy nagyon intenzív élményérvinket, akkor ez olyan erős izomgörcsöt hozhat létre a gerincnél, hogy izületi elmozdulást, csigoly elmozdulást, vagy akár ferdülést is okozhat az embernél. Meg lehet találni, és fontos is megtalálni ezeket az okokat, mert a teljes gyógyuláshoz ezeknek az ismerete elengedhetetlen. Nézzünk néhány lelki minőséget, amik erősen befolyásolják a gerinc egészségét. Nagyon érdekes például, hogy a magyar nyelv mennyire beszédes, és ugye a magyar nyelven van egy ilyen kifejezés, hogy gerincesség. A gerincesség alatt általában azt értjük, hogy annak az embernek van tartása, őszinte, megbízható, lehet rá támaszkodni, és igaz. Megnézhetjük egy embernél, hogy ő hogy áll az őszintességgel. És megnézhetjük azt, hogy hogyan befolyásolja az ő őszintessége, az ő tartását fizikailag, és a gerincének az egészségét. Ezért is adtam a workshoponnak azt a nevet, hogy légy gerinces, mert nagyon szépen megmutatkozik, hogy ezek a belső tartások hogyan adják meg az embernél a külső tartását. Ha eljössz a workshopomra, akkor előadások és gyakorlati foglalkozások által élményt és tapasztalatot szerezhetsz arról, hogy hogyan működnek ezek a törvényszerűségek nálad, illetve milyen lelki háttér dominál a te problémád esetén. Egy másik érdekes téma a gerincfeldülések és a csigoly elmozdulásoknak a témája. Az élet olyan, hogy mindig nehézségeket hoz számunkra valamilyen formában. Ezzel az ember valamilyen mértékben meg tud küzdeni. De ha fél, vagy nem bízik, vagy valamilyen ellenállása van ezzel a nehézséggel, vagy nem tudja megoldani, akkor ez sok esetben kitér ez elől. Ez okozza például az embernél a ferdülést, vagy az izületeknek az elmozdulását. Nagyon szépen meghatározható az, hogy attól függően, hogy milyen nehézséggel nem tudunk megküzdeni az életünkben, milyen izületi elmozdulást okoz a gerincünkben. Illetve a gerincből nagyon szépen látszik, hogy milyen izületi elmozdulás milyen lélekterületre mutat rá, ahol nem tudunk megküzdeni egy nehézségünkkel. Egy másik érdekes és közkedvelt terület, ez pedig a porckorong problémáknak a témája. Nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy milyen lelki tartalom áll amögött, amikor megbetegszik egy porckorong. Az esetek többségében az figyelhető meg, hogy az embernek meggyengül valahogy a biztonságérzete. Valamiért nem érzi magát biztonságban a világban, aminek a hátterében lehet egy egzisztenciás, pénzügyi vagy karrier problémák. Ez esetben, az izom annyira erős lesz, főleg a kismedence és az ágyéki gerinc területén, hogy a csontok összepréselik a porckorongjainkat. Ha neked is vannak ilyen panaszaid, vagy érdekel ez a téma, akkor gyere el a workshopomra, ahol még számtalan érdekességgel és gyakorlati tanácssal találkozhatsz, illetve gazdagodhatsz. Vagy eljöhetsz hozzám egy személyes konzultációra, ahol szeretettel várlak. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!